estét kívánok kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják. Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Milliós értékű hegyaljai borok kerültek kalapács alá a második sárospataki tokai borárverésen. Emlékkönyvvel és jó tanácsokkal búcsúzott Sátoraljaújhely város vezetése a végzős diákoktól. Újra nyelvvizsgadíj visszatérítési pályázattal támogatta a fiatalokat a Sárospataki Női Kivanisz Klub és az Empléni Kivanisz Klub. A nagy tokai borárverésen 20 kiváló termelő különleges boraira licitálhattak a vendégek a Sárospataki Vár lovak termében. A Gönczi Hordónyi 136 liternyi tételek kikiáltási ára tételenként néhány százezertől több millió forintig terjedt. Az eladásból származó bevételei részét az Abaújszántó Tokaj Sátoraljaújhely háromszögében elterülő borvidék építményeinek állagmegóvására, illetve újjáépítésére fordítja az eseményt szervező Tokaji Borlovagrend. Idén már második alkalommal tartotta meg a Tokaji Borlovagrend a nagy tavaszi rendezvényét, a Tokaji Borárverést. A 2013-as évben 13 bortétel árverezéséből mintegy 20 millió forint folyt be a kasszába, míg idén 24 különleges tokai tétel került kalapács alá. Az árverés helyszíne ezúttal is a Sárospataki Rákóczi Vár volt, amely meghatározó szerepet töltött be nem csak a történelem során, a borok világában is. A tételeket előzetesen szakértők bírálták, ellenőrizték a termelés és a feldolgozás körülményeit, majd véleményüket minden egyes bortétel előtt megosztották a résztvevőkkel is. Tokaj hegyei a végtelen gazdagságát csak az apró dűlők képességeinek az egyedi bemutatásával lehet igazán jól közvetíteni a fogyasztók felé. Egy-egy ilyen alkalom egy egyedi kis tételnek a megvásárlásával tökéletes lehetőséget ad arra, például, hogy akár egy étterem vagy egy kisebb baráti társaság egy teljességgel egyedi olyan bort tudhasson a magáinak, amit esetleg a termelő úgymond stílus gyakorlatképpen készít, mert mennyiségileg nem ad annyit, amiből önállóan piacra jöhetne. De ezek a tételek nagyon-nagyon lényegesek és fontosak minden egyes komoly borvidék életében. A borárverés nem célja a borkészítésnek, egy eszköze a megmérettetésnek és a tokai világhírnevének visszaszerzésének, mondja a Tokaji Borlovagrend elnöke. Szepsi István szerint minden termelőre kihat az árverés híre, hiszen nemzetközi újságírók, nemzetközi felvásárlók is jelen vannak, akik az egyedi tételeken keresztül kapnak információt a borvidék egészéről. Inspirálja mind a termelőt, mind a fogyasztót, a vásárlót, aki dolgozik vele, hogy egyedi tételeket készítsen, illetve keressen meg. Egy-egy borvidéknek, így Tokajnak is kellenek azok a termékek, amelyek úgynevezett vivőborok. Még hogyha nagyon pici tételben is, de kellenek, amelyek a termőhelyeknek a legérdekesebb részéről származnak, még kisebb hozamból, még gondosabb feldolgozás által lesznek borrá. Az egyedi tételekből egyenként mindösszesen egy-egy 136 literes Gönczi Hordónyi mennyiség áll rendelkezésre, az eszenciák pedig még ennél is kisebb 10 literes tételekben kerültek kalapács alá. Volt olyan bor, egy 2013-as úrmint, amelynek kikiáltási ára 1,4 millió forint volt. Végül 8 millió forintért talált új gazdára, vagyis literenként mintegy 60 ezer forintot ér a mádi nyúlászó dűlőből származó egyedi tokai bor. Egy emlékkönyvvel és néhány biztató szóval búcsúztatta el a végzős középiskolásokat Sátoraljaújhelyből a város vezetése. A város polgármestere és alpolgármestere arra kérte a fiatalokat, ha módjukban áll tanulmányaik után válasszák Zemplént és Sátoraljaújhelyt. Jöjjenek vissza a vidékre és kamatoztassák itt tudásukat. Zemplén fővárosa visszavár minden újhelyi diákot. Olvashatják az idei 12. évfolyamos tanulók abban az emlékkönyvben, amelyet hagyományosan minden Sátoraljaújhelyben érettségiző fiatal átvehet a város polgármesterétől. Röviden ez volt a mondani valója Szamos Völgyi Péternek is, aki biztató szavakkal búcsúztatta a díszteremben felsorakozó diákokat. Számítunk rájuk az érettségi elvégzése után, hogy büszkék vagyunk rájuk is,
azokra is, akik ide járnak, és azokra is, akik más középiskolába. És azt reméljük, hogy mindnyájan a lehetőségük lesz, már pedig addigra biztosan lesz, hogy hol telepedjenek le, hogy hol éljenek, hol éljék le az életüket, akkor sokan közülük Sátora jövőjét, vagy Zemplént szülőföldjét fogja választani. A négy középiskola közül először az 5. István katolikus szakközépiskolásokkal találkozott a város vezetése. Az igazgató szerint a hagyományos polgármesteri találkozó fontos a diákoknak, és számon tartják ezt a fiatalok. Hogy a város vezetője találkozik a diákokkal, és az a dolog, amit azok a mondatok, amit kihangsúlyoz, hogy Zemplének és Sátoraljó Újhelynek van jövője, és ezt úgy tudatosítja bennük, szerintem ez is nagyon fontos számukra. A fiatalok egy része tovább tanul, mások azonnal munkába állnak. Természetesen számukra még a legfontosabb, hogy sikeres érettségit és felvételit tegyenek, ám vannak, akik határozott elképzelésekkel néznek a jövőbe. Mindenképpen vissza szeretnék ide térni, és itt szeretnék állást is kapni, vagy esetleg céget alapítani. Ezen is gondolkoztam, tudom, hogy hát ez nagy dolog, de sikerülhet. Sátoraljaújhelyen a középiskolai ballagások április 30-án lesznek. A központi ballagás délután 4 órakor kezdődik. Már második alkalommal segítettek közös nyelvvizsgadíj visszatérítési pályázatával a rászoruló gyerekeket a Sárospatak Női Kivanisz Klub és a Zempléni Kivanisz Klub. Ez alkalommal összesen 7 középiskolás fiatal támogatott így módon a két civil szervezet. A Sárospatak és Sátoraljaújhelyi valamilyen szempontból hátrányos helyzetű diákok sikeres nyelvvizsgát tettek, majd eredményesen pályáztak, így visszakapták a nyelvvizsgadíjat. Ünnepélyes keretek között vehették át a sikeres nyelvvizsgájuk díját azok a fiatalok, akik pályázatot nyújtottak be a Sárospataki Női Kivanisz Klub és a Zempléni Kivanisz Klub közös nyelvvizsgadíj visszatérítési címen meghirdetett kiírására. Ez már a második alkalom volt, hogy a két civil szervezet ilyen módon segítette a fiatalokat. Egyszer már volt egy ilyen programunk 2 évvel ezelőtt, akkor ez országos méretű volt, most a két sárospataki klub azt gondolta, hogy feléleszti ezt a hagyományt, és újra meghirdetjük. Az iskoláknak kiküldtük a felhívásokat, az igazgatók, a pedagógusok nagyon aktívan vettek részt a munkában, próbálták a diákokat arra inspirálni, hogy adják be a pályázatokat. Fő szempontunk az volt, hogy jó tanuló gyerek legyen, most szerezze a nyelvvizsgát január és most április között, illetve valamilyen szempontból hátrányos helyzetű gyerek legyen. Az eseményen elhangzott, hogy a két civil szervezet azért szerette volna így támogatni a gyerekeket, mert tapasztalat, hogy akik a középiskolából kikerülnek, és ekkor nem szerzik meg a nyelvvizsgájukat, később sokkal nehezebben teszik ezt, illetve nagyon sok diploma ragad bent a felsőoktatási intézményekben azért, mert a hallgatók nyelvvizsga hiányában nem kaphatják meg azokat. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumából és a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos gimnáziumból 2-2, még az Árpád vezér gimnáziumból 1 diák részesült ilyen támogatásban. Most angol nyelvből nyelvvizsgáztam, és hát ez ugye azért segített abtonás, mert a diplomámhoz szükség van egy középfokú nyelvvizsgához. Egyébként Miskolcra a gépészmérnöknek szeretnék, vagy adtam be a jelentkezést, remélem fel is vesznek. Elég sokban segíti a továbbtanulásomat, mivel július 10-ig kell véglegesíteni a felvételinket a magyarországi egyetemekre, és a középfokú nyelvvizsgán plusz 28 pontot jelent, ami nagyon sokat számít ebben a pontrendszerben szerintem. A felvételhez nem szükséges a nyelvvizsga, de pontokban kell, mivel Budapesten a Műszaki Egyetemre szeretnék jelentkezni, villamosmérnöki szakra, és ott ahhoz, hogy összeszedjem a pontjaimat, meglegyenek, ahhoz szükséges a nyelvvizsga. A diákok főként angol és német nyelvből vizsgáztak sikeresen. 7 éves sikeres kapcsolatot ápol a Szepsi Lackó Máté mezőgazdasági szakközépiskola és a norvégiai Voss település hasonló profilú oktatási intézménye. Ennek a partnerségnek köszönhetően a közelmúltban 7 diák járt Norvégiában 3 hetes szakmai gyakorlaton. A diákok visszatérésük után élménybeszámolót tartottak az iskola többi tanulójának, akik ha kedvet éreznek hozzá, van esélyük egy norvég utazásra a jövőben is.
3 hetes norvég szakmai gyakorlat után sok-sok fotóval és képélménnyel tértek haza a szepsis diákok. A mezőgazdasági szakközépiskolásoknak 7 éves kapcsolata van a norvégiai Voss városában működő hasonló profillal rendelkező szakközépiskolával. Az unió szakmai tapasztalatcserére épülő oktatási programjának támogatásával az elmúlt években közel 50 diák volt már Norvégia középnyugati vidékén. Ezt a Tempus közalapítvány támogatja, finanszírozza, és minden évben pályázatot kell benyújtani. Ami azt jelenti, hogy elég nagy a verseny, és volt olyan időszak, amikor esetleg nem kaptunk támogatást, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy jól sikerüljenek. Ez most a Leonardo programon belül, ez volt a 4. alkalom, hogy gyerekek kint voltak 3 hétig. A 7 sátoraljaújhelyi diák tanult szakmájának megfelelő munkát kapott. Vendéglátóik olyan feladatokkal bízták meg a magyar diákokat, amelyekkel saját tanulóikat is. Voltak, akik szállodai feladatokat kaptak, mások gépjavítással és az állatok gondozásával töltötték a 3 hetet. Többnyire előételeket készítettünk, húsokat, köreteket, desszerteket, azokat tálaltuk, rendelésekre és svédasztalos reggeliket is készítettünk. Heggesztésből adtak nekünk feladatokat, azokat megcsináltuk, akkor még azon kívül csináltunk más feladatokat is, ilyen gépészeti, tehát öntözőberendezést szereltünk, akkor polctartót gyártottunk, azt is heggesztettük, festettük meg, mit csináltuk meg, traktort vezethettünk meg, traktorral is voltak feladatok, amiket meg kellett csinálni. A külföldi tapasztalatcsere számos más tekintetben is hasznos a diákoknak. Azon túl, hogy megnézik, milyen más ország oktatási rendszere, gyakorolják a nyelvet és felfedezik a világot. Többször voltak kirándulni, Voszban voltak elsősorban elhelyezve, tehát itt található az iskola, ahol a gyakorlatot teljesítették. Volt egy kirándulás Bergenbe, ami Norvégia második legnagyobb városa. Ide érkeztünk meg repülővel, és itt van egy kikötő, egy hatalmas kikötő. Szerintem ez egy életre szóló élmény, hogy valaki ilyet lásson élőben. Az iskola szeretné megtartani a kapcsolatot a norvég intézménnyel. Erasmus Plus néven újra pályáznak a gyakorlat anyagi forrására is. Lackfi János, Prima Primissima és József Attila Díjas költő, író volt a vendége a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára által szervezett író-olvasó találkozónak. Az Újbásta rendezvénycentrumban megtartott esemény iránt nagy volt az érdeklődés, hiszen a vendég előadó sokszínű munkássága szinte valamennyi irodalmat kedvelő korosztályt átöleli. Lackfi János elmondta, legfontosabb szándéka, hogy élővé tegye az irodalmat, azaz még éltében szeretné műveit megismertetni az olvasókkal. Csinálsz nekem egy hosszú lépést? Az nem gyereknek való. Miért? Mi van benne? Bor meg szóda. És aki megissza, hosszabbat tud lépni? Egy ideig igen. Lackfi János, Prima Primissima, József Attila díjas költő, író, műfordító, tanár, fotós és nyugatkutató egy alapvető nézetet szeretne megváltoztatni az irodalom iránt érdeklődő gondolatvilágában. Mégpedig azt, hogy a versek, irodalmi alkotások nem mindig halott és depressziós írókat feltételeznek, hanem van az irodalomnak egy sokkal érthetőbb, élhetőbb oldala is. Minden egyes verset egy tankönyvben ugyanaz a szakállas és szomorú bácsi írta volna az öngyilkossága előtt közül. És nincs is ezzel baj, meg magában a tragikummal sincsen baj, meg a nagy kérdések taglalásával sem, csak hogy sokkal színesebb az irodalom, sokkal szélesebb paletta, sokkal inkább igazodik a mi mindennapi hangulatváltozásainkhoz, és számol be arról. Tehát, hogy közvetlenül fakad az életből, és nem valami van absztrakt elvont preparátum, amit csak a beavatottak érthetnek, és tele van olyan szavakkal, hogy le kell borulni előtte, de szent és érthetetlen, ugye, ahogy mondanánk. Tehát ugye egy picit ezt a hagyományos képet próbálom mindenféleképpen lazítani. Többek között erről is beszélgetett hallgatóságával Lackfi János. Megkerülhetetlen volt természetesen pályafutása is, hiszen a költő, író családból származó tanár életét eddig is számos ismert és elismert mű övezi. A drámától a gyermekversekig számos műfajban. Én azt tapasztalom, hogy ha nem ilyen kolhozavató stílusban fogunk neki az irodalom ismertetésének, ugye nekem van egy olyan viszonylag széles tapasztalatom, egy
nagyjából 30-40 ezer kilométert vezetek le egy évben, és 90-100 író-olvasó találkozom van tényleg minden nagyon változatos korosztályoknak. És hogyha nem beszélünk el az emberek feje fölött, hogyha nem vagyunk elájulva a saját nagyszerűségünktől, hogyha félretesszük azokat a gátlásainkat, és félre tudjuk tenni, mert ez nyilván nem kényszer, hogy most mindenki akkor menjen haknizon, de bennem van a kutyavér, és úgy érzem, hogy ennek érdemes, tehát ebből hasznot húzhat nem csak személyesen én, hanem az egész irodalom is, hogyha megtanítjuk azt, vagy megmutatjuk azt, hogy nem egy ilyen akadémikus merevség, hanem egy nagyon közvetlen emberi megszólalás, az, ami az irodalom megszólalása is. Az író-olvasó találkozó keretén belül kellő komolysággal, ám sokszor humorral fűszerezve, több írását is felidézte Lackfi János. Így munkássága valóban elérhetővé és érthetővé vált a közönség számára. 11 tánccal ünnepelte a Táncvilágnapját a Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola. A Magyar Nyelv Múzeumában megrendezett előadáson bemutatták a magyar nyelvjárások táncait, s a társművészeteket, az éneket és a költészetet is segítségül hívták. Bodrog köztől Somogyig, Délalföldtől Erdélyországig mindent megmutattak, ami olyan páratlan értékét teszi a magyar táncot. ...1982 óta április 29-én ünneplik a Táncvilágnapját. Jean-Georges Neuwehr, francia tánc és balettművész születésnapja, fontos dátum minden táncos számára. A Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola ebből az alkalomból 11 tánccal lepte meg a közönséget a Magyar Nyelv Múzeumában. A hely szelleméhez méltóan a magyar nyelvjárások táncait mutatták be, s közben segítségül hívták a társművészeteket, az éneket és a költészetet. Fehér János, a művészeti iskola fenntartója szerint testünk a tánccal beszél, és ezt a jelrendszert érteni és közvetíteni nagy öröm minden táncos számára. Az örömünket, a bánatunkat és mindenféle érzelmünket ki tudjuk ezzel fejezni, és nem csak verbálisan, tehát nem csak szóba tudunk erről beszélni, hanem mi a testünkkel is tudunk közölni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, ez a Táncvilágnapja. A táncosok a Bodrog közből kiindulva a Délalföldön át Somogyig, Palócföldtől a Rába közön keresztül Erdélyországig betáncolták a Kárpát-medence nagy részét. Úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a teljesség igénye nélkül természetesen, de megpróbáljuk minél szélesebb rétegét megmutatni a magyar nyelvterület táncainak, hiszen Erdélybe is elkalandozunk egy kicsikét, és a kis magyarországi táncokat is igyekszünk szinte mindet bemutatni. A tánc az emberi kultúra része, nélküle sivár lenne az életünk. A táncművészet napját a világ számos országában, városában megünneplik, és amikor azt mondjuk, hogy Táncvilágnapja, az mindenfajta tánc ünnepét jelenti. A Magyar Nyelv Múzeumában a Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola jóvoltából ezen a napon magyar tánccal vigadtak. Végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Milliós értékű hegyaljai borok kerültek kalapács alá a második sárospataki tokai borárverésen. Emlékkönyvvel és jó tanácsokkal búcsúzott Sátora-Jóhely városvezetése a végzős diákoktól. Újra nyelvvizsgadíj visszatérítési pályázattal támogatta a fiatalokat a Sárospataki Női Kivanisz Klub és a Zempléni Kivanisz Klub. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.